Természetesen nagyon nagy örömmel, és egy kicsit magasan akarom kezdeni, akkor mondhatom azt, hogy én mindig is a nemzet művésze voltam. Soha más nem fordult meg a fejembe, hogy más legyek. A ti azért kell, mert ez egy elég bizonytalan dolog, elég bizonytalan mesterség az írás, tehát egy igazolást kell kapni. Én ugye hiszek benne, amikor írok, de azért nagyon jó az, hogyha a közönség is hisz abba, hogy jó, amit csinálok. A derű, az életkedv, az optimizmus és minden, ami ebbe tartozik, az elszánás kérdése is. Tudom, hogy a magyar költészet, mindenki tudja, a magyar költészet fő hangja, hangzása a tragikus. Ugyanakkor természetesen, csak egy kicsit oda kell fülállni, és nagyon nagy, hasonló nagy tehetségek, mint akik a tragikus költészetet művelték, egy egészen más és sokkal derűsebb vonal is végigvonul a magyar költészeten, Csokonaival kezdve a példát, ami aki a legnagyobb. Folytatva a sort Dzsida Jenőn át, és folytatva a sort a tragikus költőknek olyan versein, amelyik e felé hajlanak. Tehát a derű felé, ugye, mert a tragikus költészetnek az alapmotívuma a következő, hogy a sírtól nemzet süllyedt el, népek árták körül. Nem süllyedt el, és nem is árták körül népek, tehát megmaradt Magyarország, és én arra gondoltam, hogy ezt a hangot választottam. Ez tartozik, amit az elején mondtam, hogy ez alkatkérdése is volt, tehát találkozott a szándék a belső derűmmel, az alkati derűmmel, és ezt próbáltam csinálni, természetesen a másik hangot is megpróbáltam, illetve nem megpróbáltam, hanem írtam, most jött eszembe, hogy fiatal koromban sokkal több halálverset írtam, mint most öregedő koromban. Tehát ezeket úgy is kell felfogni egyébként, mint témát. Tehát a halálverseket is, a szerelmes verseket is, ezek költői témák. A mai nap a számomra a legnagyobb ajándék, nem egy ajándék, vegyük úgy, vagy fogalmazzuk úgy, hogy összetett ajándék. Tehát kezdve, hogy kinéztem az ablakon, reggel sütött a nap. Ez már egy szép kerete volt a ajándék, szép csomagolása akarom az ajándéknak. A másik az, hogy élek, a harmadik az, hogy ezt mindig is tudtam, de mondom, nem árt néha azt megerősíteni, hogy talán nem hiába élek.